Krisztusban, kedves testvérek! Amikor egy gondolkodó vagy egy imádkozó embernek a lelkében, a szívében megjelenik Krisztusnak a képe, akkor mindig egy ilyen jóságos és szelíd ember jelenik meg. Így ismerjük mi is Jézust, és így ismerte az akkori világ is Jézust, aki mindig szelíd tudott maradni még az életnek a legbonyolultabb helyzeteiben is, aki békességes lelkét nem hagyta a világ által fölháborítani, aki jóságos volt nem csak a jó emberekkel, nem csak a sajátjaival, hanem jóságos volt a világ által kitaszított emberekkel is, aki mindig jósággal hajolt oda a bűnösök felé, aki felemelte az utca porából az elesett, összetört beteg vagy prostituáltként élő embereket, szóval mindenki felé a maga jóságával és szelídségével fordul. Jézus nem csak tanította a szeretetet meg a szelídséget életében, hanem mindig e szerint élt. Mindenki, aki a közelébe jutott ennek a Jézusnak, valamit megérzett Istennek a szelídségéből és a jóságából. És pont ezért a kép ellenében, amikor így gondolunk Jézusra, és ez így rendjén is van, pont ezért nagyon különös, hogy Jézus milyen erélyesen és milyen keményen mondja el ma, hogy aki apját, anyját, gyermekeit, feleségét, férjét, rokonait, bárkit fontosabbnak tekint, vagy jobban szeret, mint engem, azt mondja, hogy ez nem méltó hozzám. Szóval az a Krisztus, aki egész életében a szeretetnek a tökéletesítésén dolgozik, aki két dolog miatt jött erre a világra. Azért jött, hogy rendbe tegye a kapcsolatunkat az Istennel. Hogy legyen az embernek perspektívája az Istennek a bőségéből, arra vonatkozóan, hogy lesz nekem még jó életem ezen a világon, és megnyílik egy másik perspektíva, ugye, hogy lesz nekem még jó életem a halál túlsóján az Isten országánál. A kapcsolatunkat akarja rendbe tenni az Istennel, azt a kapcsolatot, amit az ember az első bűn által, meg aztán minden saját elkövetett bűneink által tönkretettünk. A másik ok, ami miatt Jézus erre a világra jön, hogy az emberi kapcsolatainkat jobbá tegye. Nem hiszem, hogy van olyan emberi kapcsolat, amit ne lehetne egy kicsit jobban csinálni. Életünk nagy kihívása minden barátságban, minden közösségben, minden házasságban. Életünk nagy kihívása, hogy mindig egy kicsit jobban tegyük ezt. Hogy ne hagyjuk, hogy elkopjanak emberi érzéseink, hogy ne szakadjanak fel a barátságaink, ne romoljon el a házasságunk, hogy ne váljon tarthatatlanná a kapcsolatunk szülőkkel, vagy gyermekeinkkel, vagy bárkivel. Mindig lehet egy kicsit jobban csinálni. És Jézus erre ad nekünk lehetőséget. Ezért mutatja egész életében ennek a szeretetnek és a békességnek a tökéletességét. És ez a Krisztus jön, és azt mondja, hogy mindezek ellenére, hogy én egész életemben ezt tanítottam nektek, most én mégis azt mondom, hogy minden ilyen kapcsolat, minden ilyen szeretet, amit én nektek tanítottam ezen a világon, ez csak azután következik, hogy engem jobban szeret valaki. Azután, hogy engem úgy szeret, mint senkit ezen a világon. Nem egyszerű, amit Krisztus mond, hiszen az ember egy testben élő lény ezen a világon, emberi, szűkebb és tágabb közösségekben élünk, és a fogható, látható és hallható dolgokat az ember valahogy könnyebben tudja nem szeretni vagy szeretni. És ez a Krisztus, akit ma a Szentlélek tesz nekünk hozzáférhetővé ezen a világon, azért mégiscsak egy foghatatlan létezőként van jelen az életünkben, egy kicsit nehezebb. És mégis azt mondja Jézus, hogy nekem kell ott lenni a szívedben az első helyen. Nem egyszerű, amit Jézus kér, tudom, de nem is annyira bonyolult, mint ahogy az ember elkezd teológiára gondolkodni arról, hogy lehet Jézus szeretni, és hogy lehet Jézus meglátni mindig egy másik emberben, és őt szeretve, az Istent szeretni. Nem annyira bonyolult, mint ahogy ezt elképzeljük. Az érzése támad ennek az evangéliumnak a kapcsán az embernek, hogy Krisztus féltékeny az övéére. Hogyha nem én állok az életedben az első helyen, akkor nem vagy méltó hozzám. És a féltékenységet az ember azért egész élete során bizonyára sokszor tetten éri a saját életében. Azért végig kell gondolni, hogy mennyiféle rossz választásra kényszerítjük magunkat, vagy leginkább egymást a féltékenységgel kapcsolatban. Hogy hányszor ékeli oda magát a féltékenységnek a gondolata egy barátságba, vagy egy házasságba, vagy valamilyen emberi közösségbe. Hogy ugye vagy én, vagy más. Tehát vagy én, vagy az anyád, válasszál. Tehát ez az örökös ilyen szülő, gyermek, vő és menny probléma.
hogy vagy a haverjaid, vagy én. Tehát ki, ne, állandóan kényszerítjük magunkat és egymást arra, hogy fontossági sorrendet állítsunk fel, és én a barátságban és házasságban élő ember valahogy, mintha követelném magamnak, hogy én álljak az első helyen. És minden, ami az életedben van másként, más emberként, akár az Istenként, azért minden csak járulékos hozzám képest, mert én vagyok az életed társa, és én vagyok legfontosabb az életedben. És azt gondoljuk, hogy Krisztus, mikor így beszél, hogy aki apját, anyját, gyermekét, rokonát, feleségét, akárkit jobban szeret, mint engem, az nem méltó hozzám, mint ha ugyanezt a féltékenységet mondaná Jézus. Én vagyok az első helyen, és ha nem én vagyok az első helyen, akkor semmi közünk egymáshoz. Aki engem megtagad, azt én is megtagadom. Aki azt mondja, hogy nem én vagyok az első helyen, meg fogom tagadni az Isten előtt. Kőkemény dolgok, nem ehhez szoktunk Jézustól. És nagyon jól tudjuk, hogy a féltékenységgel bélelt szeretet, az soha nem igazi szeretet. Mert a féltékenységgel burkolt vagy bélelt szeretet az igazából semmi más, mint egy önzés. Az énnek az erős nyomulása az, hogyha nem én vagyok az első, ha nem engem szeretsz a legjobban, akkor nem szeretsz igazán. Azért, mikor Krisztusra tekintünk, akkor jól tudjuk, hogy Krisztus nem erről a féltékenységről beszél. Jézus arról beszél, és hogyha végig gondoljuk életünknek az utolsó néhány évét vagy évtizedét, Jézus arról beszél, hogy minden emberi kapcsolat igazából sérülékeny. Minden emberi kapcsolat sérülékeny. Amit egyiknek a másiknak a hibája, egyiknek vagy a másiknak az önzései, a féltékenysége, ugye kikezd. És ha végig gondoljuk összes emberi kapcsolatunkat, van olyan emberi kapcsolat, ami egy egész életen keresztül tart, és soha nem sérül meg? Hogy soha nem szorul össze a lelkem, vagy a szívem, mert az indulatok elkapnak, és a másik másságát nem értem, nem érzem, nem akarom elviselni, és áldozatnak érzem magam, és megsérültnek érzem magam. Ki tudná felsorolni azokat az emberi kapcsolatait az eddig eltelt életéből, ami sosem sérült meg? Van olyan házasság, ami sosem vált nehézzé, vagy nem sérült meg? Van olyan szülő-gyermeki kapcsolat, amiben soha nincs egyetlen indulat, vagy nehézség se, egy megbántódás, vagy egy sértődés sem? A barátságaink is borotva élén táncolnak, és egy-egy rossz mozdulat, vagy szó által is könnyen sérülnek meg. Még a legjobb barátságaink is, amit nagyon vigyázni kell. És az ember, amikor végig gondolja az egész életét, és azt mondja, hogy minden emberi kapcsolata, még a leghősiesebb szerelme is sérülékeny, és meg is sérül sokszor, az ember akkor döbben rá, hogy igazából csak az önfeláldozó módon embert szerető Isten az, akivel nekem a kapcsolatom, amennyire Istenen múlik, soha nem sérül meg. Mert ő a gazember pont úgy szereti, mint a hűséges és rajongó embert. Erről beszél Krisztus, hogy higgyétek el, hogy nekem van olyan szeretetem. Jézus azt mondja egyszer, hogy senkinek nincsen nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a barátaért. És ez az önfeláldozó és életét adó Krisztusnál engem vagy téged senki nem szeret jobban. Akármennyire halálos szerelemben él mellett. És ez a kapcsolat az Istennel így nem sérülékeny. Nem miattam nem sérülékeny, hanem azért, mert az Isten szeretetéből élek, és olyan módon öleli át az Isten a maga szeretetével az én életemet, hogy egyszerűen nem fér bele. Ebbe az isteni emberi kapcsolatban nem fér bele a féltékenység és a megbántódás. Aki Krisztussal keresi és ápolja a elsősorban a kapcsolatát, azt tud igazából embert is szeretni. Aki enélkül a krisztusi, odaadó, áldozatos szeretet nélkül próbálja a saját emberi kapcsolatait jóvá tenni, az igazából valahol itt vagy ott, vagy néhányszor mindenképpen mellé nyúl. És ezeket a mellényúlásokat nagyon nehéz utána korrigálni. Tehát nekem, amikor a saját szeretetemre koncentrálok, akkor elsősorban Istenre, Jézusnak a szeretetére kell koncentrálnom, és ebből épülve és tanulva tudok én jobban, kitartóbban, hűségesebben szeretni egy másik embert. De ehhez az emberi kapcsolati szereteti történetekhez elsősorban az kell, hogy Krisztus álljon az első helyen.
Krisztus sose ellenünk tanított. Ezt egyszer az embernek élete során nagyon rá kell érezni. Sose lehetetlen dolgokat követett tőlünk. Ő mindig azért, ez a Krisztusnak ez a féltékenynek tűnő és tolakodó magatartás, hogy én akarok az ember első helyen lenni az életedben, ez csak értünk történik. Megtanítja a Krisztus és emberi kapcsolat velünk azt, hogy mi az, hogy áldozatosan szeretné. Aki rózsaszín ködben akar élni egy életen keresztül, egy szerelemben, vagy egy házasságban, vagy egy baráti kapcsolatban, és azt reméli, hogy egy életen keresztül ez az elején megjelenő rózsaszín köd, ez kitart, hát az nagyon nagyokat téved. Vagyunk itt néhányan, jó néhány év és évtizedi házasság után, akik tudjuk, hogy ez a rózsaszín köd, ez nem elég. Bármennyire jó, kell és szép, azért ez nem elég. Az embernek meg kell, hogy jelenjen az életében az áldozatos szeretet. Amikor nem azt teszem, amit a saját féltékeny önzésem diktál, hanem azt teszem, amit tudom, hogy a másiknak az életének az örömét és a kiteljesedését szolgálja. Szóval Krisztus értünk tanít, hogy megérezve ezt a Krisztus emberi közötti határtalan és áldozatos szeretetet, megtanuljam, hogy kell ezt csinálni, és ezáltal jobbak legyenek az emberi kapcsolataim. Krisztus nem akarja, hogy ne szeresd a feleségedet, a férjedet, a gyermekeidet, vagy az anyádat, ne ápold. Nem akarja. Egész életével erre irányult, hogy az emberi kapcsolatokat jóvá tegye, és ezek működjön. Amikor ilyen keményen azt mondja, hogy nekem kell ott állni előtt, az azért akar ott állni előtt, hogy megtanuljuk, hogy hogyan kell jobban élni. És bizony évek és évtizedek után csak azt tud jól élni egy másik ember mellett, aki újra és újra megtanulja Krisztustól, hogyha ő van az első helyen, és látom ennek az első helyen álló Krisztusnak életének minden szeretetét, és látom az áldozatát a kereszten, akkor én összekapom magam, és ebből a krisztusi első számú kapcsolatból tanulva élek jobban és boldogabban emberi kapcsolataimban. Azért ez egészen más, mint amit így első hallásra az ember ebből a kemény evangéliumból kiérez és kihal. Szóval Krisztus értünk, nem ellenünk, nem azért, hogy nehéz legyen az életünk, hanem értünk. Van egy olyan része az ember lelkének, amit csak ez az Isten tud betölteni. Szóval Istennek a része az ember szívében és lelkében ott áll az első helyen. És én megpróbálhatom a világ minden élvezetével és javával, vagy más emberi kapcsolataival betölteni ezt a helyet, soha nem fogom tudni. Az ember egy természet fölötti életre hivatott lény. Így alkotott meg bennünket az Isten, ezzel lehet vitatkozni, vagy lehet veszekedni, hogy miért akar ez így működni az én életemben, de Krisztus csak értünk. Azért alkotott így bennünket az Isten, hogy ebből a határtalan isteni szeretetből, amelyből létrejöttünk, amelyet ebből a szeretettel megváltott Krisztus, azért adja így az Isten az életet, hogy az ember boldog lehessen ezen a sérülékeny világon. És itt az embernek azért élete során sokszor megáll ez a veszekedése az Istennel, hogy miért így alkotott minket. Mert az ember minden örömében, amit megér egy barátságban, egy házasságban, minden közösségi élményében rájön arra, hogy ez nekem csak azért van, ez nekem csak azért tud mégis jól működni a világ minden szorítása és kihívása mellett, mert Isten így alkotott engem, és újra erővel lát el azért, hogy az én emberi kapcsolataim működhessenek. Ezen a vasárnapon, az egyháza pünkösd utáni első vasárnap lévén a szentekről emlékezik meg. Ez a minden szentek vasárnapja. Nem az, amikor novemberben a halottainkra, meg a többi szentre gondolunk. Ez a minden szentek vasárnapja, amikor minden szentre gondol az egyház. És nem csak a régi idők szentjeire, hanem a mai kornak a szentjeire is. Abban a korban, amikor a vértanúság kora volt, ami Konstantin császár meg nem szüntette hivatalosan a keresztény üldözést, rengeteg ember válaszolt Krisztus hívására az életével. Mert a római rendszerben a császárok Krisztus király tiszteletében az császár elleni lázadást látták, és mindenféle báványimádásra akarták kényszeríteni a keresztényeket, hogy tagadják meg a hitüket és a császárt szeressék. És aki nem volt hajlandó megtagadni, az bizony kivégezték. Kőkemény világ volt, azok az emberek valószínűleg nem úgy gondolkodtak, hogy én leszek ennek a kornak a legnagyobb szentje, mert az életemet adom. A mai ember se így gondolkodik, hogy én akarok a szentek közösségében lenni, mert azok az emberek olyan kivégzéseket találtak ki, ugye itt hallottuk a zsidókhoz írt leveléből, hogy mennyi módon ölték meg a keresztényeket.
Lefejezték, leszúrták, a jégre kergették, ketté fűrészelték, mindenféle módon irtották a keresztényeket, és ezek mellett, a kivégzések mellett jöttek az ellenségek, jöttek a pogányok, jöttek a rómaiak, és ott mutogatták a hős, erős férfiaknak a kicsin gyermekeiket, akit fel kellett nevelni, a feleséget, aki özvegyen maradhat, inkább meghalsz, mutatták az idős szülőket, akiket gondozni és ápolni kéne, és ezek sokan voltak, akik azt mondták, hogy én nem. A Krisztussal való szerelmemet semmire nem cserélem el ezen a világon. A pogányok, akik ott álltak ezek mellett, a kivégzések mellett, ha ezek megtagadták volna a hitüket, és azt mondták, hogy én inkább áldozatok mutatok be, de hát itt vannak a gyerekeim, az anyám, a feleség, azt mondták volna a pogányok, hogy na végre megjött az eszük. És inkább lettek Krisztusért ostobák ezen a világon, és haltak meg, mint hogy a pogányok azt mondják, hogy megjött az eszük. A világ sokat változott, és ma nem ilyen módon írtják ki a keresztényeket a világból, hanem egyszerűen ostobának tartják, és fájó, amikor ostobának tartanak azért, mert én keresztény vagyok, mert én másképp élek, mert én lemondok dolgokról, és elengedek dolgokat, fölveszek dolgokat, amit mások nem vesznek föl, benne élek Krisztus lüktető szeretetében, és ezért nekem vannak olyan erényeim, amelyek a hitetlen és pogány embernek sokszor nincsenek. Másképp ítél meg bennünket a világ, de a keresztény üldözés, amíg világ a világ, soha nem fog megállni. Elmondtam már ebben a templomban, de ma is úgy gondolom, hogy ha téged sose bántott még valaki, vagy sose bántott a világ azért, mert keresztény vagy, akkor valószínűleg valamit nem jól csinálsz. Mert ha keresztény vagy, akkor téged innen vagy onnan megbánt a világ. Megbánt egy másik ember. Valószínűleg nem leszünk ilyen radikálisak, aki az életét is adja, de azért sose felejtjük el, hogy amit már nem gondoltunk, hogy ez a világban még megtörténhet, azért újra megtörténnek. A mai keresztény kivégzések, amit hallunk a világ ostoba emberei oldaláról, ezek ugyanolyan vértanúságok, mint azok, akik Konstantin előtt belehaltak Krisztusért való szerelmükbe. Azt gondolom, hogy az Istennek szentelt életű emberekről az Isten se feledkezik el, és a világ se feledkezik el. Szóval Szent Ferencnek az apja egy nagyon gazdag kereskedő volt, aki ezt a pályát szánta a fiának. És neheztett keményen, mert a fia elment kolduló szerzetesnek, szegénynek, és együtt élt a világgal, a harmóniában, a teremtett világgal, a madarak ettek a kezéből, tele volt egyszerűséggel, tele volt életszentséggel. És lám, ennyi idő után is ő rá emlékszik a világ. És mennyien voltak, akik a pogányok szerint ésszel éltek, és na végre megjött az eszük, és senki se tud róluk semmit. Talán az Isten nem felejti el őket, de a világ mindenképpen. Nem kellene annyira félnünk az áldozatosságtól és a tanúságtételről Krisztus oldalán, hagyjuk, hogy az Isten elfoglalja azt a helyet, amit ő belénk alkotott a maga számára, mert ez a betöltött isteni hely, ez teljessé teszi az embernek az életét ezen a világon. Amíg ha az Istennek a helyét nem az Isten tölti be, akkor én megpróbálhatom valami mással, vagy valaki mással betölteni ezt a helyet, de igazából ez mind sérülékenyé teszi, és összedől az életünk. Ha az Isten elfoglalja ezt az első helyet a mi életünkben, akkor ki tudjuk tenni az ablakba a táblát, és azt tudjuk mondani a világnak, köszönjük szépen, megtelt. Itt ostoba világi dolgoknak és élvezeteknek, egy barátságban és egy házasságban, egy harmadik embernek itt nincs hely. Mert Isten ott van, betölti és beteljesíti az embernek az életét. Adja Isten, hogy legyen bátorságunk ezen a világon Krisztus tanújaként élni, hogy ezért szentként tiszteljen legalább minket az Isten, és egyszer majd emiatt az áldozatos és tanúságtévő szeretetünk miatt az ő országában magához ölelhessen egy örök boldogságra. Ámen.